Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a közelmúlt adása, és ebben az órában a 20. századi történelem, illetve annak magyar vonatkozásai, és egyáltalán a történelemtudománynak a szerepe a magyarság történetében, talán ezt így lehetne összefoglalni, erről fogunk beszélni. És nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégünket, Romsics Ignácot, Széchenyi Díjas Magyar Történész Egyetemi Tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, akinek kutatási területe egyébként a 20. századi magyar történelem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Talán úgy is mondhattam volna, hogy szaktekintéje a 20. századi magyar történelemnek, igaz? Hát ezt nem nekem kell eldönteni, úgyhogy ezt én teszem, amit tennem kell vagy amit úgy gondolom, hogy nem kell legjobb tudásom szerint, de hogy milyen eredménnyel, ezt részben a kollégák, részben az olvasóim döntik el, a hallgatóin. Történeti szempontból, vagy történészi szempontból mennyire nehéz vagy könnyű magát a 20. századot kutatni, Azért is kérdezem, mert az még viszonylag közel van hozzá. Tehát nagyon sokan élnek még olyanok, akiknek az élete volt igazából Igen. ezek a történelmi korok. De minden korszaknak megvan a maga nehézsége. A 20. századnak valóban az, hogy közel van hozzánk, és rendkívül sok írott és verbális forrásanyag áll rendelkezésünkre. Mondjuk a magyar őstörténetnek, vagy általában a korai történetnek pedig az, hogy nagyon kevés forrás állapkutató rendelkezésére, és nagyon nagy mértékben kell a fantáziára hagyatkozni. A 20. század esetében ez nem áll fönn ha most így általánosságban kérdezni, hogy a történelem tudomány miben tud többet adni nekünk, vagy segíteni bennünket, akár hétköznapi embereket is, akár abban, hogy milyen identitásuk van a magyarságról, milyen képük, tehát arról, hogy kik vagyunk mi a világban, akár mint magyarok, akkor ezt, ezt hogyan lehet megfogalmazni? Hát azt hiszem, hogy ez, amit mondott, ez a történetírásnak az egyik feladata, vagy fontos feladata, mert valamilyen képe mindenkinek van, a közelmúltról. Azt arról az időszakról, amit ő megélt, vagy amit a szülei nagyszülei megéltek. Ez azonban egy egyéni perspektíva, elkerülhetetlen, egy szubjektív perspektíva. Biztos hallottam már maga is, egy történelmről beszélgetnek, és valaki a társaságban azt mondja, hogy az nem úgy volt, bármit írnak a történészek, én ott voltam, én láttam. Ő látott valamit, és az bizonyára úgy van, de hogyha egy történésznő ugyanez a témához, akkor a több résztvevőnek vagy sok részvevőnek a szempontját próbálja érvényesíteni. Tehát például, hogyha 56-ot veszük a rádióstromát, nagyon különböző leírások vannak arra, és a történésznek ezek között el kell tudni igazodni, és valószínűsítenie kell, hogy akkor valójában mi történetet. Tehát azt különbözteti meg a történészt az egyéni emlékezőtől, hogy szisztematikus kutatást végez, megpróbálja feltárni arra az eseményre folyamatra vonatkozó források teljességét, vagy legalábbis a fontos forrásoknak a teljességét. Ezek között szelektál, a forrásokat külső és belső forráskritikának veti össze, és ezek alapján előállít egy olyan szöveget, amelyet az egyén emlékező általában nem tud. Tehát a történetírás, ha nem is egy olyan megbízható tudomány, mint a matematika, vagy általában a természettudományok, rendelkezik olyan módszertani eljárásokkal, amelyeket, hogyha a történész jól alkalmaz, akkor, akkor, az egyéni emlékezőtől eltérően egy olyan múltképet tud fölmutatni, amely nem csak az ő számára, hanem a közössége számára is érvényes mennyire tudja akadályozni mindig az adott politikai hatalom az abban a korban működő történésznek a munkáját, főleg, hogyha egy olyan témát válasz, mint például a 20. század, amiben ugye megfigyelhető volt, főleg Magyarországon az, hogy bizonyos korokban bizonyos tényekről másképpen kellett tanítani, másképpen hallottunk, más volt a történelem, mint később. Ez részben elkerülhetetlen, mégpedig azért, mert a múltal foglalkozó tudományok, így a történettudomány is, abban különbözik nagy mértékben a természettudományoktól, hogy a természettudományok halott dolgokat vizsgálnak, egy követ. Vagy pedig, ha élővilágot is, akkor amelynek nincs akarata, nincs célja, nincsenek értékei. Mondjuk, ha valaki biológus például. Ezzel szemben a történész maga is ember, mint ahogy a többi kutató is, de akiket vizsgál a múlt, az emberek alkotják, emberek csinálják, akiknek érdekei, céljai, értékbeállítottságai vannak, tehát kétszeresen is szerepet játszik a szubjektú. Na most ebből az következik, hogy ugyanazt a dolgot el lehet mondani különböző féleképpen. El lehet mondani, hogy tudom én, az 56-ot, vagy a tanácsköztársaságot, vagy a rendszerváltást. El lehet mondani konzervatív szempontból, el lehet mondani a szocialista szempontból, liberális szempontból, nacionalista szempontból, kozmopolita szempontból, és így tovább. Tehát ez valahol mindig jelentkezik a történetírónak a munkájába. Ám de, és hát én ezt tartom a történelmi működésem egyik fontos <kül> jellemzőjének, nem én találtam ki, hanem Max Webertől tanultam, hogy a történetírás éppen emiatt, amit az imént mondtam, nem tud eldönteni értékvitákat. Nem tudja eldönteni, hogy melyik ideológia a jobb és a rosszabb, a konzervativizmus, a szocializmus, és így tovább. És ezért nem is kell vállalkozni arra, hogy eldöntse ezt, és a múltat eszközként felhasználva, az olvasóit indoktrinálni próbálja arról, hogy te neked is erről ezt kell gondolnod. Nem, a történetírónak meg kell elégedni az én véleményem szerint, és Max Weber véleménye szerint is azzal, hogy elmondja, hogy mi történt, hogyan történt, miért történt, de indoktrinációs feladatokra nem szabad vállalkoznia. Vagy vállalkozhat, és akkor a franciául a Isztár műfaját műveli, lehet ilyet csinálni, de az én szerintem sokkal kevésbé időtálló, mint hogyha valaki azt a típusú történetírás műveli, amit én mondtam. Na most ezután a bevezető után kanyarodok vissza a kérdésre, amit nem felejtettem el, hogy a politika az hogyan befolyásolja a történetíró működését. Mindenkorban mindig próbálta befolyásolni természetesen, és a történész attól igazi történész, hogyha a politikai befolyásolásnak nem enged, ha az általa vélt igazságnak a bemutatására törekszik. Ezért valamikor dicséretet kap, valamikor bevelik a fejét. De az igazmondástól nem mutat le. Gyökeresen különbözik a történetírás ilyen szempontból az ideológusi vagy a propagandista tevékenységétől, vagy akár az emlékezetpolitikusnak a tevékenységétől, aki mindig egy adott politikai rendszernek megfelelően próbálja használni a múltat. Amikor egy történész jól a múlthoz, akkor azt nem politikai célok vezérlik, nem kiszolgálni akar egy rendszert, vagy bírálni akar a rendszert, hanem meg akar ismerni valamit. Ha, aztán ez a tevékenység, ha ezt a tevékenységet a ha politika hasznosnak tartja a maga szempontjából, akkor fölhasználja. Ha nem tartja hasznosnak, akkor elhallgatja, vagy megpróbálja elhallgattatni. Demokratikus körülmények között ezt a történészek, hogy mondjam csak, a, saját döntésüktől függ, hogy milyen típusú történetírás művelnek. Diktatúrikus korszakokban azonban a politika képes úgy előírni a történetíró munkát, hogy vagy azt írja, amit elvárnak tőle, vagy pedig nem ír semmit, vagy az asztalfióknak ír. Az 50-es évek az tipikusan ilyen volt Magyarországon. És hát az elmúlt években is azt tapasztaljuk, hogy van egy nagyon hát, sűrű emlékezetpolitika gyakorlat vagy viszonyulás, tehát hogy, hogy próbálnak emlékezetpolitikát csinálni. És erre lennék kíváncsi, hogy ez egyébként mindig is van, csak nem mondták így ki, mondjuk itt a 20. századra gondolok magyar tekintetben. Tehát mindig volt egy emlékezetpolitika, amit sugalt végül is a hatalom, csak nem volt akár nevesítve, kimondva, propagálva, hanem csak úgy működött. Vagy pedig ez egy újdonság, hogy most arról beszélünk, hogy van magyar emlékezett emlékezetpolitika. A, a fogalom, eléggé új, de ugyanilyen tevékenységet a politika a régen is folytatott a két világháború között is, és máskor is. A különbség, még egyszer mondom, az az, hogy demokratikus vagy kvázi demokratikus viszonyok mellett ez nem tud a politika kizárólagosan föllépni a múlt formálójaként. Tehát a két világháború között például a Széchenyi Kossuth ellentétben Széchenyi volt példesztára emelve, Kossuth nem nagyon ült, ő, üztek a két világából között. 1945 után messzire vezetne elmondani, hogy miért, de kosút emelkedett példesztára, és egy kosút ja. érvényesítettek, miközben Széchenyi háttérbe szorult. Most a kérdésére rákanyarodva a rendszerváltás utáni időszakra, itt a probléma abból adódik, hogy egy Diktatórikus, majd kvázi diktatórikus időszak után, amikor a történetírás is a többi szellemtudományos társadalomban hasonlóan politikailag eléggé meghatározott volt. Volt egy olyan fölszabadult érzés a történészekben és a társadalomban is 89-90-91-ben, hogy eljött a szabadság időszaka, senki nem mond meg semmit, a legjobb belátásom szerint művelem, vagy csinálom azt, amit akarok, és az, az attól, hogy milyen eredményre jutok, nem függ az egzisztencián, nem függ a státuszom. Ez jellemzően akkor a rendszerváltás követően, és minden politikai párt egyetértett, nem csak a rendszerváltó ellenzéki pártok, hanem tulajdonképpen a szocialista párt is, az MSZNP-ből átalakuló e, szociáldemokrata színezet öltő e, magyar szocialista párt is, hogy a demokratikus értékekre támaszkodva alakítanak ki egy múlt képet, ami azt jelentette, hogy a kommunizmushoz kötődő jelképeket eltávolították, és például a Budaörsi e, szoborparkba száműzték Lenint, Stálint, Rákosit, e, de még Kádárt is, és ugyanakkor megpróbálták a magyar múltból azokat a demokratikus személyeket, eseményeket kiemelni, amelyekre egy elképzelt demokratikus beállítottságú szellemű harmadik magyar köztársaság a múltképét építeni tudja. Ugye ebbe beletartoztak sokan, hogyha az akkori időszakot nézzük, be beletartozott a népi mozgalom, a kisgazda mozgalom, a kereszténydemokrácia, még a konzervatívoknak a liberálisabb része is, és és ebben sokáig konszenzus volt. Ebben még belefélt Károly Mihály a parlament mellett, és belefért Jászi Oszkár, Bíbo István, sokan mások, akiket a magyar demokratikus hagyomány fontos szereplőjéként tartunk számon. Aztán 2010 körül, és ez egybeesik nyilvánvalóan a Fidesznek a hatalomra jutásával, ez kezdett megváltozni, és a demokratikus értékektől kezdett, kezdtek elfordulni, és azokhoz a konzervatív keresztény értékekhez kapcsolódni, amelyek a két világháború közötti magyar politikát is jellemezte. Nem csak mondjuk Betlen és Klebersberg kapott pozitív megítélést, amely valójában egy baloldali demokrata számára is elfogadható, hanem Horti Miklós is, sőt Hortitól jobbra álló személyek is. Ez egy demokratikus beállítottságú rendszernek, embernek már azt hiszem, hogy nem tud megfelelni. Tehát itt mondjuk 56-nak is a példája ezt jól mutatja. Kezdetben 56-ban ünnepeltünk mindenkit, aki 56-ban részt vett, amely sokszínű két hét volt. Ebben voltak pesti srácok, voltak szocialisták, a tűzoltó utcai csoportban kifejezetten baloldali beállítottságú emberek is voltak. A korvin közelső a Iván Kovács László, az egy nemzeti kommunistának vallotta magát, de voltak jobboldali beállítottságú emberek is, és volt mincend is. Ez valahogy együtt volt, ezért csináltak Nagy Imlének szobrot a parlament mellett, egy örökmécsest, egy fekete márványos szokott a parlamenten, majd azt láttuk 2010 után, hogy több lépcsőben ezek a jelképek, ezek a köztéri építmények eltűnnek, vagy pedig olyan helyre kerülnek, ahol, ahol nehezebb őket megtalálni, és nehezebb őket észrevenni, és, és előtérbe kerültek a konzervatív jobboldali tartalmakat hordozó szimbólumok. Ennek a legjobb példája a 2016-os, 56-os megemlékedés, az, az, az 60 forduló volt, talán azt hiszem. Ugye 16-ban? igen. Igen, mert 2006-ban volt az 50 ez volt a 60 forduló. Ha visszaemlékezik a, a akkori poszterekre, amelyek az utcán megjelentek, és a járókelőknek a történelmi tudását, vagy történelmi képét befolyásolták, akkor egyszer se találkozott Nagy Imrével, aki mégiscsak ha hogy mondjam, forradalom miniszterelnöke volt, egyszer se találkozott Bibó Istvánnal, aki mégiscsak az utolsó miniszter volt a parlamentbe, és hát a moralitásnak a jelképe a mai napig, hanem kivel találkozott a személyek közül a pesti srácokkal, akik géppisztollyal lőtték az olosokat, és Mincentivel. Most ez 56 hagyományának az elszürkítése, vagy a lesoványítása, amely, amely amely nem felel meg a professzionális történeti írás fölfogásának. Ez egy lényeges megállapítás, vagy legalábbis annak szánom, hogy egy emlékezett politika akkor tartós, akkor érvényes, hogyha a professzionális történeti írásnak a tudományosan igazolt eredményeire támaszkodik. Ha attól eltávolodik, akkor a ideje meg van számolva, és addig érvényes, amíg az a politika, amely létrehozta, hatalmon van. Tehát, hogy igyekszik egy teljes képet mutatni, nem rázúmol bizonyos csoportokra, és mondja azt, hogy az a teljes kép. Hát nézze, az úgy néz ki, hogy például most akkor egy másik példát mondok, hogy 1848-49-ből nem helyes kosútot csak kiemelni és az összes többiről hallgatni, vagy negatív színben föltüntetni, mert kosút mellett fontos szerepe volt Széchenynek, és fontos szerepe volt a többi miniszternek is, Battyányi Lajosnak például, és ezek együtt jelentették 1848-49-et, és bármelyiket emeljük ki, és zoomolunk rá, ahogy maga mondta, ezzel szűkítjük, a, soványítjuk, vagy szegényítjük a történelmünket. De még régebbit mondok, még régebbi példát. Ugye mindig voltak ellentétek természetesen, és a török idők után markánsan különbözött az, amit az erdélyi fejedelmek például a Betlen Gábor képviselt, aki ott volt a török torkában, attól, amit Pázmány Péter képviselt nagyszombaton, közel Bécshez, a Habsburghoz. Mind a kettő Magyarország érdekét és a magyarság érdekét próbálta szolgálni, de a helyzetükből adódóan egészen másféle eszközökkel. Az egyik a törökkel kokettált, vagy kellett neki együttműködni, a másiknak a Habsburgokkal. Most bármelyiket kiemeljük a magyar történelemből, és erre többször volt hajlam, akkor a magyar történelmet elszegényítjük. Mind a ketten a magyar történelmi hagyományos tartoznak, és ez így van a 20. században, így van 56-tal, így van a hortikorszakkal, és így van minden időszakunkkal. És hát adott esetben egyébként ezek a viták meg aztán abszolút fontosak lennének, hogy ismerjük ezeket a vitákat. Mi volt ezeknek a vitáknak a tartalma, akár ha itt a 48-as. Igaza van, de ehhez olyan történelmi műsorok kellenek, ahol, ahol a reporter nem mikrofonálványnak képzeli magát, hanem olyan kérdezőnek, hogy a különböző álláspontokat ütköztetni akarja. Az ilyenfajta történeti ismeretterjesztő műsorok, amelyek régebben voltak, ezek megszűntek mostanra. Politikában vannak, tehát a politikai felek, hogyha megnézi a tévéműsoroknak, egy-két tévéműsornak az ezzel kapcsolatos programját, akkor a politikusok, vagy a politikai elemzők még inkább estéről estére fölmondják a leckét. De ilyenfajta történelmi viták nincsenek, ahol a különböző álláspontokat, képviselő történészek mondanák el a maguk árnyalt véleményét, és akkor ezzel a nézőt is, vagy a hallgatót is orientálni tudnánk. Sőt, hát ugye ez a tapasztalat, hogy ha lennének is ilyen műsorok, vagy próbálkoznak egyesek ilyen műsorokkal, sok esetben éppen a nézők azok, akik egy irányba terelnék az ilyen beszélgetéseket, és azt szeretnék hallani, amit ők is eleve gondolnak, mert azt tanulták, és, és akár adott esetben még támadják is azt a felet, aki nem ezt a zárásban. Sok igazság van abban, amit mond, mert valóban, különösen az utolsó években, évtizedekben, Hát ezt szokták mondani, és az igaz, hogy bizonyos szempontból egy ideológiai buborékban élünk, tehát mindenkinek, vagy legalábbis aki a múltunkról gondolkodik, tehát mondjuk az értelmiségnek van valami elképzelése a távolabbi, meg közelbbi múltról is, és hogyha nem azt hallja, vagy azzal szemben hall valamit, ezt az internetes kommentekben lehet követni, akkor nagyon gyakran megkapja az ember a a, a, minőség, a nagyon durva minősítést adott esetben. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nincs más megoldás, mint a történészek által kízzadt történelmi igazságnak a népszerűsítése, és hogyha a tankönyvekben is ezelnék meg, az ismeretterjesztő fórumokon is ezelnék meg, akkor ki tud alakulni egy olyan nemzeti tudat, amely alapkérdésekben egyetért. Természetesen egy konzervatív és egy szocialista vagy egy liberális ember bizonyos dolgokat továbbra is másként fog értékelni. De kialakítható egy olyan legkisebb közös többszörös vagy közös nevező, ahol egyet tud érteni a lényegben mindenki, vagyis egy megint konkrét példát mondva, egy baloldali ember el tudja fogadni, hogy Betlen Istvánnak, aki konzervatív volt, is áll egy szobra köztére, és a jobb oldal el tudja fogadni, hogy Károly Mihálynak is áll egy szobra köztéren. Mert hogy az, amit kölcsönösen egymás hőseire a két oldal és annak a megmondó emberei sarat dobálnak, az, az, igazságtalan, az nem úgy volt. Egyik mind a kettő Magyarország javát akarta szolgálni, egyik így a másik úgy. Visszakanyarodok egy kicsit a magyar 20. századi történelemhez, bár nagyon hasznosnak, fontosnak tartom ezeket a részeket is, amikről eddig beszéltünk. Hogyan látja egyébként? Azt mondta az előbb, hogy egy történésznek nem feladata azt meghatározni, hogy mi a jó, mi volt a rossz, mi volt a jó, vagy értékítéletet hozni. Véleményt tűnni. kell mondania, véleményt kell mondani feltétlenül, de azt nem tudja eldönteni, ugyanúgy, mint a, az, az is, Nézd, azt nem lehet se bizonyítani, se cáfolni, hogy van úristen. Ez egy hit kérdése. Van, aki hisz benne, van, aki nem hisz benne. Ezért tehát fölösleges ezt, ezt egy tudományos vita tárgyává tenni. Ugyanígy a szocializmusnak van egy ideológiai rendszer, a liberalizmusnak, a konzervativizmusnak. Egy szocialista soha nem fogja azt gondolni egy konzervatív, hogy neki azt tetszik, és visszaverza. Tehát ezt nem tudja eldönteni. De föl tudom, mint történész, egy konzervatív áramlatnak vagy egyéniségnek is föl tudom a motivumait el tudom mondani, meg az ellenfelének is. És nem akarok hogy a végén büntetéseket kiosztani e, nekik, hanem, hanem egyszerűen megállapítom, hogy ezt mondták, ezt gondolták, ezért gondolták. Van egy ilyen mondás, amit szoktak sokan idézni, és nagyon sokan ismerik, hogy a történelem tanítómester, és hogy ha ismerjük a történelmet, látjuk, hogy ott esetleg milyen rossz döntéseket hoztak adott szituációban, jó döntéseket hoztak, akkor esetleg abból tudunk tanulni. Ön hogy látja, a 20. századi magyar történelemből Magyarország tud tanulni? Vagy ez mindig attól függ, hogy éppen az adott hatalom hogyan viszonyul akár a történelemhez, akár a körülöttünk lévő világhoz? Hát nézem, miután én nem vagyok politikus, és a politikát távolról figyelem, erre nem, nem nagyon tudok válaszolni, és szerencsére a szakmámból adódóan a múlttal kell foglalkoznom, nem a jelennel és a jövővel. Állampolgárként, vagy közéleti emberként természetesen a jelenről is van véleményem, meg a jövőről is van véleményem, de akkor kiléptem a kutatói vagy a tudósi szerepből, és mint egy állampolgár nyilvánulok meg, és, annak, és mint, mint ilyen, Nek a véleménye nem azonos azzal, hogyha egy tört, általam jól ismert történt kérdésről mondok véleményt, amit megráktam, körülnéztem. Ahhoz, hogy egy mai, mai ügyekben szoktam véleményt mondani, és nem tartom magamban, de azt be kell látni, hogy ahhoz, hogy nagyon megalapozottan, sarkosan véleményt formáljon bárki, ahhoz ismernie kell azokat az információkat, amelyek nem ismertek most, hanem titkosak, és majd a történés számára 10-20 vagy 50 év múlva lesznek nyitottak. Tehát Betlen Istvánról mondtak véleményt a Hortikorszakban is, de egészen más volt az a vélemény, ami impressziókon alapult, hiedelmeken alapult, mint amikor én föltárom az összes dokumentumot, amit a külföldi követekkel tárgyalt, amik megvannak, hogy kinek mit, mikor mit mondott. És ez alapján, amikor leszűrök egy következtetést, annak más a helyi értéke és a relevanciája, mint egy kortás, eh, kortás, véleménynek. Úgyhogy, ha erre kíváncsi, én elmondom ezt a véleményemet, de az nem a kutatónak a megalapozott véleménye lesz, hanem egy impresszió mondja el a véleményét, vissza is fogok ide kanyarodni, de akkor még egy nagyon picit akkor vissza a történelemhez és a kutatási területéhez, a tekintetben, hogy a 20. századi magyar történelem hát tele van tragédiákkal Magyarország számára, és amikor ezt a gimnáziumban tanultuk, hogy hogyan is zajlottak az események, de még akár az általános iskolában is, emlékszem rá, hogy a saját környezetemben is, aztán később a tágabb környezetemben is nagyon sokaknak az volt a véleménye, hogy mi mindig a rossz oldalra álltunk, mindig rossz döntéseket hoztunk, valahogy sose tudtuk megtalálni, vagy láttuk meg azt azokat a lehetőségeket, amik enyhíthették volna ezeket a tragédiákat. Ön hogyan látja úgy, hogy ez a kutatási területe valóban a magyarok mindig rossz döntést hoztak? Hát kezdjük azzal, hogy nem mindig a magyarok hozták a döntéseket, mert Magyarország még akkor is, amikor a Habsburg monarchiának a része volt, a monarchia is csak egy középhatalom volt tulajdonképpen, és azon belül Magyarországnak a lehetőségei korlátozottak. Például az első világháborúban részt vettünk, de a magyar miniszterelnök Tisza István hetekig ellenezte, hogy bekapcsolódjunk a háborúba a különböző okokból. Mégis bekapcsolódtunk, és miután bekapcsolódtunk, viselnünk kellett ennek a következményeit, mint azt elveszítette Magyarország, illetve monarchia és a szövetségesei. A második világháborúban a helyzet annyival egyszerűbb, hogy ott Magyarország egy szuverén állam volt, egy szuverén államként döntött bizonyos dolgokat, és nem kellett tekintettel lennie mondjuk a bécsi udvari politikára, vagy az összmonarchiai érdekekre. És itt valóban én is úgy látom, hogy hoztunk rossz döntéseket, illetve az akkori vezetés hozott rossz döntéseket utólag, ezt így látom. Már akkor, amikor 1941. júniusában kényszerítő körülmények nélkül beléptünk a második világából és megtámadtuk a Szovjetuniót, nem kérték a németek tőlünk, ezt saját iniciatívára léptük meg ezt. Azt követően pedig 1943, de különösen 1944-ben nem tudtunk úgy a háborúból kifarolni, kilépni, mint ahogyan ezt a románok például megtették, és nem tudtunk a németekkel szemben egy olyan fajta gesztusértékű vagy jelképes értékű megmozdulást sem produkálni, mint a szlovákok produkáltak, nem beszélve a horvátokról és a szerbekről, akiket több mint félmilliós partizán hadsereget tartottak fönn. De ezt, ezt mind, mindezt meg lehet magyarázni, hogy miért történt így, mert a szlovákoktól, a szerbektől, a románoktól eltérően Magyarország a német-náci előretörésnek kedvezményezettje volt. Tehát 38 és 40 egy között, négy lépcsőben visszakapott Magyarország olyan területeket, ahol döntően magyarok éltek, ezért a közvélemény jelentős része a németeknek, náciknak hálás volt, és így nehéz volt ebből az ölelésből kibontakozni. De ki kellett volna bontakozni, mert éppen, hogy a politikának az a lényege, hogy nem érzelmek vezénylik, hanem érdekek vezénylik. És a magyar ország, a magyar nemzet érdeke itt azt, azt diktálta volna, hogy a németektől leszakadjunk, hogyha már belesodródtunk. Itt persze a geopolitikai helyzet is közrejátszik abba, hogy mikor mit lehet tenni, de a románok ki tudtak ugrani, a bulgárok be se léptek a háborúba, és az utolsó pillanatban a finneknek is sikerült eltávolodni úgy, hogy pedig ott német hadsereg volt, és sikerült egy olyan megegyezés kötni a németekkel, hogy a német hadsereg elhagyta Finnországot, és így az oroszok is megálltak, és nem szállták meg Finnországot. Tehát ezt lehetett volna 44-ben ügyesebben, jobban csinálni. Azt nem tudtuk volna elkerülni, hogy a térség a Szovjetunió érdekszférájává válik, és az informális szovjet birodalom része lesz. Akármilyen politikát folytattak a lengyelek, a szlovákok, a magyarok, az albánok, ugyanaz lett a sorsunk közel fél évszázadra. Tehát a nagyhatalmaknak a szerepe döntő. Itt igazából az a kérdés, hogy melyik történelmi pillanatban volt a nagyhatalmaknak a döntése bizonyos kérdés, és mi volt az, amikor nekünk lett volna mozgásterünk és lehetőségünk. Igen, a nagyhatalmak szerepe döntő, de nem abszolút. Tehát, tehát, hogy egyre, egyre mélyebbre ásunk, de, de a kérdései ebbe az irányba visznek. A második világháború alatt például, Ma már ismerjük az amerikai, brit, szovjet, francia készítős iratait, és azt látjuk, hogy a nyugati hatalmak, még a franciák is belátták már a háború kitörésének idejére, hogy a magyarokkal igazságtalanul bántak a Magyarországgal. Tehát nem csak nemzetiségek, vagy döntő nemzetiségek által lakott területeket csatoltak el Magyarországtól Trianonban 1920-ban, hanem döntően magyarok lakta területeket is, ráadásul ezek jelentős része a határ mellett élt közvetlenül nem úgy távol, mint a székelyföldek. Ezért a nyugati hatalmak arra készültek, hogy a háború után a következő békénél valamiféle igazságot szolgáltatnak, és a határmenti területeket, többé, ahol magyarok, magyar többség volt, többé-kevésbé visszaadják Magyarországra, Különösképpen a párciumi részt. Itt a nyugati hatalmak ezt még az 1946-os tárgyalásokon, a béketárgyalásokon is ezt képviselték. Az egyetlen állam, amely ezt ellenezte és megakadályozta, ez a Szovjetunió volt. Aminek a motivum, akinek a motivumát szintén meg lehet érteni, hiszen Magyarország megtámadta a Szovjetuniót, az utolsó percig harcolt a Szovjet hadsereg ellen, és ezen túlmenően ugye Románia vonatkozásában, hát alapnak tekintették Erdélyt, illetve Beszalábiát olyan formában, hogy Beszalábia a szovjeteké lesz, Erdély pedig a románoké lesz. Úgyhogy itt, ha a magyar kormány például a Szovjetunióval szemben másként politizál, akkor elképzelhető, hogy nagyobb empátiát mutattak volna a szovjetek is, Molotov például, bizonyos mértékű határkékezítások ilyen Magyarországon. De Magyarországnak olyan volt a második világháborús politikája, hogy ezt józan észre nem lehetett várni, hogy, hogy akkor a szovjetek majd támogatni fognak bennünket azután, amit mi csináltunk. Tehát ilyen értem a nagyhatalmi politika fontos, de a nagyhatalmi politika befolyásolható azt gondolom, hogy sokkal inkább tettekkel, semmint propagandával. De adott esetben propagandával is, amely persze egy bonyolult dolog, és nem egy direkt propagandára gondolok, hanem évtizedeken keresztül tartó kulturális jelenlétre különböző helyeken, magyar intézetekben és másutt. És a könyvpiacon egyébként. Azt a következet is le lehet szűrni ebből, amit ön elmondott most például itt ezen a példán keresztül, hogy egy ilyen kis országnak, mint mi, fontos az, hogy amennyire csak tud a nagy hatalmakkal, akik körülötte vannak, egy viszonylagosan jó kapcsolatban legyen. Ez, Vagy ez egy rossz, rossz konzekvencia? Ez, ez biztos, hogy így van általában véve, de hogyha a konkrét helyzetre gondol, akkor milyen nagy hatalom van körülöttünk? Mert Szlovákia nem az, Szerbia nem az, Horvátország nem az, hát Románia is inkább csak egy nálunk nagyobb, de azért nem egy nagy hatalom. Hol az közvetlen szomszédságunkban nincs nagy hatalom. A nagyhatalmak, hogyha igazán világpolitikai tényezőt nagyhatalmat nagy akkor az Egyesült Államok, Kína tulajdonképpen félig meddig Oroszország, de félig meddig, és hát bizonyos megszorításokkal az Európai Unió. Amely, amelynek ugyan nincsen egy markás külpolitikája, hadserege meg pláne, ennek ellenére láthatóan a világpolitikában valamilyen mértékig tényező. Tehát nem, tehát nem tudom, hogy melyik nagyhatalomra gondol. Itt ezek igen, közül. itt ugye az, a szovjetekre gondoltam ezzel hát a Mi, példa, mi döntöttünk, tehát, hogy mi a NATO tagjai vagyunk. Igen. Ugye nem? Tehát ez a NATO-ba, a Szovjetunió nincs benne, vagy Oroszország nincs benne, mert kínos nincs benne. Tehát mi úgy döntöttünk a rendszerváltás követően, hogy az Euróatlanti integrációs szervezeteket csatlakozunk. Ez praktikusan az Európai Közösséget, ma már Európai Uniót jelentette, és a NATO-t. Nagyon szerettünk volna mindkettőbe bejutni. Emlékszem, amikor 1984-85-ben -1984 történetetudományi intézetben dolgoztam, amely a várban volt, az Úri utcában, akkor, és a Moszkva térre mentem le mindig, a mai Szélkálmán térre, hogy villamossal a nyugati pályaudvarhoz elérjek. Bömbölt a Moszkva tér azon a nyáron, mégpedig Varga Miklósnak a Vén Európa című dalától, amit a fiatalabbak nem tudom, hogy ismernek -e, de az arról szól, hogy te Vén Európa, te Tehát egy nyugati orientáció szólt, és rém tetszett nekem ez, hogy ez most már hangosan szól, hogy, hogy Európa és az álom megvalósult. Hát azt hiszem, Varga Miklós ma már ezt nem énekli ezt a dalt ilyen mértékben. Én viszont leragadtam Európánál, és számomra érzelmileg, most állampolgárként mondom, az Európai Unióhoz való tartozás és a, és a szabad mozgás, könyvásárlás. mint értelmiségének nekem ez egy alapvető, alapvető, alapvető élmény, pozitív élmény, és nagyon sajnálnám, ha ez nem lenne keletfele ilyen élmények nem értek. Ott is jártam, de, de ott nem értek ilyen fele élmények. De hát egy, egy, magyar politikát, ha erre gondol, az sokféle szempont mozgat, és, 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 kell, hogy mozgasson. Tehát ez csak az én egyéni érzésem, hogy én megrögzötten érzelmileg egy európai vagyok. Hogyan látja egyébként a történelmünkből, ki lehet rajzolni egy olyan magyar karaktert, akár gyengeségeket, erősségeket, amelyek egy picit segítenek eligazodni akár a mában, hogy ma miért születnek olyan döntések, ma miért olyanok a viszonyok, amilyenek. A két világháború között nagyon virulens volt egy olyan kutatási irány, amit nemzetkarakterológiának neveztek, vagyis megpróbálták egy-egy népnek, nemzetnek a, a mentalitását, jelenbeli tulajdonságait fölfesteni, kvázi időtlenítve. Jól ismert Próász a Vándor és Bújdosó című műve ezen a, ezen a téren, de mások is Szegfügyul a szerkesztette, Babiccsal együtt, a Mi a Magyar című kötetet, ilyen Német László megírta a kisebbségment, és nagyon sok minden. Ezeknek a konklúzió azonban az, hogy mindent, amit állítunk, és annak az ellenkezője is igaz lehet. Tehát nincsenek olyan tudományos módszerek, amelyekkel egy népnek a nemzet karakterológiája időtleníthető, és a, ugyanolyanok lettek volna a honfoglaló magyarok, mint a mai magyarok. Tehát ez, ez egy nagyon ingoványos talaj, és nem igen tekinthető tudományosnak. A szociológia fölmérésekkel, mai szociológia fölmérésekkel lehet képet alkotnunk arról, hogy milyen egy magyar mentalitás, vagy meg lehet ezt konstruálni, de ezen belül is sokfélék vagyunk. Milyen egy Szemmel láthatóan a latinok, különösen az olaszok vagy a spanyolok temperamentumosabbak, mint a finnek. Mondjuk ezt meg lehet állapítani. Hogy a magyarok valóban olyan vendégszeretőek-e, mint amennyire mondjuk magunkról, ezt nem tudom, de a kapcsolatban lévén britekkel, sok nációval hajlok arra, hogy tényleg vendégszeretőek vagyunk. Jobban, mint mondjuk a németek vagy, vagy mások. De ezen túlmenően olyat mondani, hogy mondjuk a magyarok azok a demokratikusabb lelkületűek, mint a lengyelek vagy a szlovákok, ilyet, ilyet már nem mernék kijelenteni, vagy hogy a szabadság szeretőbbek. Ez, 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 már, ez már, hogy mondjam, ráadásul a nomád népektől elkezdődve, ez, ez, ez már szerintem nem bizonyítható tényszerűen. Tehát ezek inkább csak megérzés. Nem tudom, ismerje-e nagyon szellemes könyv Hanvas Bélának az Öt Génius című munkája, amelyben ő annyiban más, mint ezek a nemzetkarakterológiák, hogy egyes régiókhoz próbál jelenvonásokat, tulajdonságokat rendelni, és így megkülönböztet egy nyugat-dunántól, amely nyugatias, megkülönböztet egy délnyugat-dunántól, ami mediterrán, egy kuruszos felvidéket és a komplikált erdélyi lelkiséget szembe az alföldi egyszerű, kemény, rideg pásztorvilággal. Nagyon szellemes olvasmány, és, de számos mondat mellé oda tehető egy kérdőjel szintén. Szóval gondolatébresztő olvasmány. Mi volt a kérdése most? Nem, nem Igen, tudom. a karakter, hogy van egy gyengeségünk, meg igen, igen, szóval, szóval ez, ezt, 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 ezt... A Babics Mihály azt mondta például, ugye ezek mind jól hangzó mondatok, de mindennek az ellenkezés. Babics Mihály azt mondta, hogy nem a szabadság szeretet, nem a harcosság a mi jellemzőnk, hanem a okos realitás és a, megalk a, a kompromisszumkötés. Egy, a sasnak a példájával jön elő Babics, ugye, hogy a sas nem kapdosott utána a levegőben különböző dolgok után, megbékélt, a fészkére szállt, és, és a mindenkori viszonyoknak megfelelően viselkedett, és ez az, ami a magyarságnak a túlélés biztosította az évszázadok során. Tehát a realitásérzék, a kompromisszumkészség, az, hogy nem gondolunk többet magunkról, mint amik vagyunk, nem álmodozunk, miközben tudjuk, hogy szeretünk álmodozni, de hát ki nem szeret álmodozni. Tehát itt egy olyan eszenciális dolgokhoz jutunk el, amelyeket nehéz azonosítani egy nemzettel, hanem minden nemzeten belül vannak álmodozók, vannak realisták. Gondolja meg, hogy Kossuth egy álmodozó volt bizonyos szempontból. de Ág Ferenc nem volt egy álmodozó. Ő, ő egy realista ember volt, és kompromisszumot kötött. De mind a kettő a miénk. És az egyik segítette a másikat. Lehet, hogy az álmodozó kosút nélkül Diák nem tudott volna olyan eredményes kompromisszumot kötni, mint amilyet kötött. És lehet, hogy, hogy 56 nélkül, sőt valószínű, a kádári konszolidáció nem lett volna annyira idézőelve liberális, mint amennyire volt, hanem sokkal inkább hasonlított volna a rákosi féle egy előadását hallgattam, ahol hat fordulópontot mutatott meg a hallgatóknak a magyar történelemben egészen a kezdetektől igazából máig. A hat az úgy nem is tűnik olyan nagy számnak, tehát ilyen nagyon fontos pontokat jelölhetett meg ezek szerint, és ugye a vége az pedig a rendszerváltásnak a pontja volt. Ön hogyan látja -e egyébként a rendszerváltásról? Annyi mindent lehet hallani, és főleg akinek nincsen már saját tapasztalata, mert mondjuk akkoriban született, vagy nagyon kis gyermek volt, annak az meg már csak könyvekből ugye tudja felfedni, hogy mi is történt pontosan, hogy az a fordulópont például, ha most a nagyon a közelmúltba akarunk keresni, megfelelő volt, vagy megfelelően zajlott le, vagy úgy kellett annak történnie? <hállal> hát a, ugye a történésznek az egyik axiomatikus beállítódása, hogy nem azt nem lehet vizsgálni, ami nem történt meg, csak azt tudjuk vizsgálni, hogy megtörtént. Ugyan vannak néhányan most már Magyarország az én tanítványaim körében is, akik a rokon szerveznek a kontrafaktuális történetírással, ám az én felfogásom szerint az egy intellektuális játék, és nem történetírás. A Történet csak azt tudja vizsgálni, hogy megtörtént, miközben mindig gondolhat arra, hogy milyen alternatívája volt. Na most, ha 89-90-re a rendszerváltásra alkalmazzuk ezt, akkor én inkább arról beszélnék, ami történt és nem arról, hogy minek kellett volna történni, vagy mi történhetett volna. Ez, 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 ez a szubjektivizmusnak a mezeje. Az, az, egyik legfontosabb dolog az az, hogy ez sem csak Magyarországon múlott, vagy döntően nem Magyarországon múlott. Gondoljunk bele, hogy 89 és 91 között egymástól olyan távolálló országokban, mint Albánia, NDK, Lengyelország, ugyanaz történt. Ez nem azért történt, mert, mert egyszerre, mert mindegyik nép vagy nemzet egyforma fejlettségi szinten állt, hanem azért, mert a hatalmi politikai, a nemzetközi körülmények megváltoztak, és ebbe az irányba mozdították, lökték az egész térséget, és minden országban voltak csoportok, amelyek ezt kihasználták, fölismerték is. Ennek a, ennek az, tehát itt gyakorlatilag a Szovjetunió vereségéről van szó, az Egyesült Államokkal szemben a hidegháború befejeződéséről. Ezt teremtette meg, és a szovjet kivonulás teremtette meg a lehetőséget ahhoz, hogy az egész térség viss, visszacsatlakozzon ahhoz a Nyugatias Európához, amelyhez korábban tartozott. Többé vagy kevésbé. De a csehek többé, az albánok kevésbé. De mégis. És, és itt mindegyik országban történt három olyan alapvető dolog, ami miatt én ezt egy korszakos változásnak tartom. Az egyik dolog az a gazdaságban, hogy az állami, illetve közösségi tulajdonra épülő tervgazdálkodást felváltotta a magántulajdonra épülő piacgazdaság ennek lehet örülni, vagy ezt lehet kárhoztatni, de ez egy nagyon fontos változás volt. Ugye ezzel, egyet lehet érteni. A második dolog, hogy az egy pártrendszert fölváltotta egy több pártrendszer, vagyis a politikai pluralizmus, amely a szellemi életre is kiterjedt. Tehát ez is egy Tetszik vagy nem tetszik, ez is egy nagyon fontos változás, és a korábbi, és versengő ideológiák jelentek meg ebben a mezőben. És a harmadik külpolitikai szempontból már utaltam, hogy egy szovjet integrációs szervezetek helyett, mint a KGST és a Varsói Szerződés volt, az euróatlanti szervezeteket csatlakoztunk. Emiatt a három változás miatt azt gondolom kijelenthető az, hogy a három alapvető változás miatt kijelenthető az, hogy a rendszerváltás vagy a rendszerváltozás, mindegy, hogy hogyan nevezzük, az egy korszakos újrakezdést jelent a magyar és a kelet-európai történelemben, és nem egyszerűen arról volt szó, mint ahogy néha lehet hallani, nem is volt rendszerváltás, csak gengszterváltás volt, és így tovább. Tehát el, elfogadom, ha valakinek ez nem tetszik, mert a kapitalizmus, amit kialakítottunk, és ami működik, a sokaknak régen se tetszett, és most se tetszik. A kapitalizmusnak az az egyik sajátossága, vannak nagyon gazdag emberek, meg vannak nagyon szegény emberek. Egy kádári, egalitárius társadalomban ez nem így nézett ki. Ott nem voltak se nagyon gazdag emberek, eltekintve egy vagy két bizzenésztől és nőgyógyásztól, és nem voltak nagyon szegények sem, mert működött egy olyanfajta szociális ellátó rendszer, iskola, orvos, stb. Ma más a helyzet. Ma a felső elit az, az saját kórházakba jár, saját iskolákat tart fönn, helikopteren közlekedik. Az alsó rétegek azok pedig hát nagyon, nagyon rossz körülmények között élnek. Vagyis az életcím a az életnívóbeli különbségek megtöbbszöröződtek, ma is sokkal nagyobbak, mint voltak. Ez azoknak, akik fölül vannak, vagy akár középen, ez nyilvánvalóan jó. Azoknak, akik alul vannak, azok nem jó. Azoknak ez nem jó. Ugyanígy lehet mondani az élet más területein is, hogy bizony, bizony vannak kárvalótjai a rendszerváltásnak, és vannak nyertesei a rendszerváltásnak. De ettől függetlenül a rendszerváltás az rendszerváltás volt. A struktúrák megváltoztak. Úgyhogy én azt is szoktam írni, mondani, nem vagyok ezzel egyedül, hogy itt vér nélkül és erőszak nélkül tulajdonképpen egy forradalmi jellegű tartalmát tekintve forradalmi jellegű változás volt ez. Ezt így gondolom, és azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy igazamban. Na akkor egy picit már közelebb kerültünk a jelenhez, és akkor vissza is kanyarodnék ide, és akkor érdekelne, hogyha megosztja velünk a személyes véleménye is bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Például ugye itt van az orosz-ukrán háborúnak a kitörése, és hát amikor kitört ez a háború, ugye nagyon-nagyon sokakat meglepett, ha egyáltalán, hogy ez lesokkolt jó formán az, hogy itt a szomszédünkban egy ilyen klasszikusnak gondolt háború indult meg. Ön történészként Mit szólt ehhez a jelenséghez? Tehát előtte 60 évig azért viszonylag béke volt, tudom, hogy délszláv háborúk dúltak, de azért ilyen nagy háború, hogy egy kvázi nagyhattalmi státuszban lévő ország támad meg egy európai országot, azért ilyen nem fordult elő. Én ezt nem túloznám el ennek a jelentőségét, és engem ez nem lepett meg annyira, mint esetleg azokat, akik a töltemel nem foglalkoznak. Én írtam egy olyan könyvet is, hogy Nemzet, Nemzetiség és Állam Kelet-, Közép- vagy dél európában a 19. -20. század, jó hosszú a címe, de arról szól, hogy a nagy birodalmak hogyan, miként bomlottak föl kisebb és kulturálisan homogénebb ki államokká a 19. -20. század során. Ezért tehát sem az nem meglepő számomra, hogy az oszmán birodalom után a Habsburg monarchia is fölbomlott 1920-ban, sem az, hogy Oroszország már egyszer az első világháború utánát nem esett szét, de a peremterületek leváltak, és az, hogy a, a Szovjetunió meggyengülése elkerülhetetlenül ennek a multietnikus erőszakkal létrehozott birodalomnak a fölbomlásával járt. Tehát az ukránok már 1920 ban is létrehoztak egyszer egy államot, de nem voltak elég erősek, és nem volt elég támogatók ahhoz, hogy ezt konszolidálják. És a Szovjetunió része lettek, illetve egy része Lengyelország, az akkori Lengyelországnak a része. Tehát az, hogy az ukránok és az oroszok között ellentét van, ez számomra nem olyan meglepő. Még ha anekdotázni akarnék, akkor 79-ben jártam először a Szovjetunióban, ahol először Moszkvába tartottam két vagy három előadást, azt követően Kievben. Kievben az egyetemen, és egy középiskola, általános iskola, a tízosztályos iskolába. És ez hihetetlen, de nem tudom, hogy honnan vette a bizalmat a, az a tanár, aki megvárta, még a kísérőm elmenne a mosdóba. És egyedül voltam. És a az előadás után azt mondta, hogy jó, jó, maguknak se könnyű, de örüljenek, hogy mégis van egy országuk. De mit mondjunk mi, akiknek nincs? Ez egy ukrán volt. Úgyhogy engem nem nagyon lepett meg az, hogy Ukrajna egy állam akar lenni, és nem akar betakozódni a fákba, a független államok közösségébe, amit tulajdonképpen egy ilyen ernyő szervezet lett volna, vagy hogy Grúzia egy egészen más kultúrával, Georgia, vagy nem tudom, hogy mondják most, az is el akar menni, és a balti államok el is mentek. Ezek, ez, az, hogy a Szovjetunió fölbomlott, ez engem nem lepett meg. És azt is lehetett érzékelni. Az elemzők 90-90, amikor ez történt, de főleg amerikai elemzők, oszlatolgatták, hogy mi lesz Ukrajnával. A Nyeper mentén szétválik, nem válik szét, mert annyira nyilvánvaló volt, hogy Ukrajnának a nyugati fele, az egy inkább egy, az egy lengyel más befolyás alatt fejlődött régió, amely sokkal inkább kötődik nyugathoz, kvázi Európához, mint a Nyeperen túli területek, ahol a lakosság is több az orosz, döntően ortodox, és mindig is a, a Moszkvita, a moszkvai fejlelemséghez, vagy később a cári birodalomhoz tartozott. Tehát az, hogy ezek a konfliktusok így felszínre törtek, az nem lepett meg. Ami meglepett, mert a jelcén időszakában azt lehetett gondolni, hogy a Oroszország megbékélt ezzel a helyzettel, és így ezek nélkül a peremterületek nélkül lesz vele valami, talán társul az Európai Unióhoz, talán nem, ez így nyitott kérdés volt. Putyin egy idő után ezt megváltoztatta, és egy olyan fajta politikát érvényesített, amelynek az egyik jellemzője az az, hogy a levált peremterületekből amennyit lehet visszaszerezze. Ugye ez korábban kezdődött, tehát az azt hiszem 2014-ben volt, amikor a krimet elfoglalták, és ezt a Dombásznak egyes részeit megpróbálták utána, hát némi manipulációval, ahol orosz lakosság volt, ma már talán nem tudom, hogy mennyi van, de volt, leszakítani. Ez is olyan volt, hogy a nemzetközi világ háborgott emiatt, de elő vagy utóbb valószínűleg szemet hújt volna. Ám amikor szovjet ejtőernyősök jelennek meg, illetve orosz ejtőernyősök jelennek meg Kiev fölött, majd amikor azokat lelövik, akkor Belarusziába orosz tankok indulnak Kiev ellen, ezt nem lehet úgy föltüntetni, hogy itt az orosz kisebbségnek a védelméről van szó, itt nyilvánvalóan arról volt szó, hogy ezt a területet, Ukrajnát Putyin a saját ellenőrzése alá akarja vonni, ugyanúgy, ahogy ezt Belarusziával megtette, és néhány peremállammal természetes a másik oldal is befolyásra törekszik, tehát az ukrán mozgások mögött ott volt az Egyesült Államok diplomáciája is, és ott volt sokkal kevésbé egy Európai Uniós akarat is, vagy elgondolás is az integrációs. Tehát ha most ezt lecsupaszítom a hatalmi politikára, akkor itt két nagy hatalomnak a, a, a meccse történik Ukrán földön, mint ahogy Vietnámban is az történt annak idején, Kóreában is az történt annak idején, az NDK, a Németország kettőztásakor is az történt, hogy két nagyhatalom nem a saját területén vívja meg az érdekkonfliktusát, hanem egy harmadik államnak a területén. Kína a nevető harmadik ebben a, ebben a játszmában. Tehát itt van egy nagyhatalmi szándék, az a nyugatról az, hogy mi befolyásoljuk ezt a régiót, és nem engedjük, hogy az oroszok ismét a Kárpátokig előre tolják a befolyásoló vezetőket. Ezt a nagyon félnek a finnek, akik ezt megtapasztalták, nagyon fél a Baltikum, és nagyon fél Lengyelország. Mert olyan történelmi tapasztalataik vannak, hogy az oroszok elnyomók és hódítók mint ahogy azok is voltak. És ettől férnek, hogy ez most, ha nem lesznek elég határozottak, ha NATO nem lép föl elég határozottan, akkor megint ez fog történni. Ugyanakkor a NATO részéről, illetve az Amerika Egyesült Államok részéről is megvan az a törekvés, hogy minél inkább keletre toljuk a befolyási övezetünket, az a mi stratégiai szempontunkból annál jobb. Na most, hogy ez hogyan fog majd eldőlni ez a harc? Hát ezt ma ebben a pillanatban senki nem tudja. Valószínűleg egy kompromisszumot fognak kötni, amelynek vagy az lesz a, én most prognosztizálok, ez nagyon veszélyes, aminek vagy az lesz a, a, a lényege, hogy bizonyos ukrán területek Oroszország részévé válnak, de Ukrajna maga valamilyen formában a NATO-hoz és az Európai Unióhoz fog tartozni, vagy pedig, Ukrajná, vagy pedig nem, de akkor Ukrajnát semlegesíteni kell, vagy semlegesíteni fogják, hogy ne jelentsen veszélyt egyik fél számára se. Mit gondol mi, magyarok, miért nem férünk annyira, mint a lengyelek, illetve a balti országok? Nekünk is van egy történelmi tapasztalatunk. Ezen, ez egy nagy meglepetés volt számomra, amikor szembesültem azzal a konfliktus után, hogy a magyar lakosságból eh, milyen jelentős eh, csoportok vagy rétegek kezdenek szimpatizálni Oroszországgal. Azt gondolom, hogy ebben döntő része volt részben az internetes orosz propagandának, részben pedig a magyar kormányzati propagandának indirekt formában. Tehát a magyar kormány az markánsan Oroszország mellett áll ebbe a konfliktusba, ha jól, jól látom, legalábbis verbálisan és hát a magyar kormánynak van egy támogatottsága, amely, amely, azt hiszi el, amit mondanak neki. És hajlamos vagy képes arra, hogy megfeledkezzen 56-ról, megfeledkezzen 45-ről, már hallottam olyat is, hogy 40-ben nem is az oroszok jöttek ide, hanem az ukránok. Megfeledkezzen az első világháborúról, 1848-49-ről, világosról, tehát az oroszokkal nekünk történelmileg nincsenek jó tapasztalataink. És őszintén szólva nem nagyon hiszem, hogy ebből a konfliktusból, ha ez befejeződik, ebből Magyarország bármit is tud nyerni. De itt van, amit hát ugye, itt van az a korlát, ami miatt nagyon óvatosan lehet csak fogalmazni, itt van a földgáz és a kőolajva és az ország energiai ellátottságának a kérdése, amelyet, amelyhez amely megítélése szükséges információkkal nem rendelkezem. Maga se rendelkezik. És még sokan mások nem rendelkeznek, tehát ez majd 10 év múlva, 20 év múlva, esetleg vagy 30 év múlva kiderülhet, hogy ez egy reális szempont volt-e, vagy pedig nem. Nem tudom megmondani. És tehát ezért az egész konfliktus megítélésében eh, inkább rezervált vagyok, eh, és, és inkább azt mondanám, tehát, hogy nem akarok ukránpárti lenni, nem akarok orosz párti lenni, hanem azt gondolom, hogy itt egy olyan nagyhatalmi összeütközésről van szó, amelyre a elmúlt évtizedekben a világ más részén nagyon sok példa volt. Most is látjuk, közel-Keleten van egy újabb példa. Nagyon sok példa volt, van és lesz. Ezek regionális konfliktusok, Bízom benne, hogy a regionális konfliktus nem fog eszkalálódni. Őszintén bízom benne, és nem gondolom, hogy eszkalálódni fog. Azt gondolom, hogy meg fogják találni azt a modus vivendi-t, amiben egyik se. Tehát ez nem olyan játék lesz, hogy egyik visz mindent, a másik pedig nem, hanem meg fogják találni azt a kompromisszumot, hogy, hogy, hogy megnyugodjanak, a, megnyugodjanak a, a, a kedélyek, és elkezdődhessen az újjáépítés Ukrajnában az, hogy a magyarokban kevésbé kapcsolt be itt az oroszokkal szembeni pánik, amellett, amit elmondott, az is közrejátszhat, hogy azért a kádári Magyarország egy ilyen lazább diktatúra volt, ugye ilyen gulyás kommunizmusnak is nevezett ö, ö, rendszer, amelyben azért, amelyet egyébként még ma is sokan vissza is sírnak akár, már az említett okok miatt, amiről itt beszéltünk, kapitalizmus, illetve az egyenlőségnek a kérdései, tehát hogy nincsenek annyira rossz emlékeik. Igen, hát ez engem nem lep meg annyira, mint amennyire meglepett. A Kolozsvár Egyetemen tanítottam az elmúlt 10-12 évben, hogy az ottani diákjaim közül sokan mondták, hogy a szüleik visszasírják a Csaușescu időszakot a sokkal jobban meglepett, és aztán, ahogy rákérdeztem, hogy miért, hogyan kiderült, hogy szerényen éltek, de biztonságban éltek. Most pedig bizonytalanságban élnek. Vagy van munka, vagy nincs munka. Magyarországon, hát a kádárkor az lényegesen enyhébb volt, mint a Ceausescu diktatúra, tehát hogyha a kádárkorszak iránt van nosztalgia azok körében, akik a rendszerváltásnak a vesztesei, azt értem. De ez a generáció lassan hát kifele megy, és a fiatalok erről már csak nem, nem lesznek közvetlen emlékeik, hanem azt fogják gondolni, amit tanítunk nekik, vagy tanítanak nekik, és mondanak a rádióban és a televízióban. Tehát valószínűleg ma kisebb a nosztalgia a Kádár korszak iránt már, mint ezelőtt 10 vagy 20 évvel volt, és Kádárnak a megítélése sem annyira pozitív ma, mint ezelőtt 10 vagy 20 évvel volt. De kétség kívül, hogy mindig a jelen perspektívájából ítéljük meg a múltat. Ha tehát itt a helyzet a következő években rosszabbodni fog, akár kül, akár bel, akár gazdaságpolitikailag, akkor föl fog értékel, értékelődni a kádárkorszak. Ha, ha a mennyországba jutunk, vagy egyre több ember lesz boldog és elégedett, akkor összemegy a kádárkorszak, mint a szamárbőr. Tehát ezt, ezt tényleg utólag derül. A hortikorszakról vagy a dualizmus koráról is utólag vagyunk ilyen okosak, akik ott abban benne éltek, az, 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 azok nem érzékelték ezt még így pontosan, hogy mi is itt a tartós. Nem érzékelték azt, hogy dualizmus korában fölépült egy európai főváros, amelynek az épület együttese ma is, megvan, és ma is meghatározza a közérzetünket Budapesten. Kádár nem épült ilyesmi. Messze nem épültek ilyesmi hogy ezek az üvegpaloták, amik most épülnek, ezek túléléke e vajon a 19. század végén, 20. létrehozott parlamentet, Gellért szállót, sok minden más, ez egy kérdés. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy maga kezdte azzal a beszélgetést, a szabad ezt így erre emlékeztetni, hogy nincs perspektíva, még közel vagyunk hozzá nagyon. Itt valóban úgy áll, hogy ezeknek a el, le tudjuk, el tudjuk mondani, hogy a, hogy alakult a nemzeti jövedelem a rendszerváltás óta, hogy alakult a Kádár rendszerben. El tudjuk mondani a választási eredményeket is. mert ezek egzaktatottak, ezek nem fognak változni. De hogy az összkép a, a végső ítélke, a végső véleményünk a, erről mi lesz, az, az, az majd évek múlva fog eldőlni, mint ahogyan konszenzus van abban, hogy a dualizmus korát általában egy emelkedő építő korszaknak tekintjük. Konszenzus van, nincs már konszenzus, de sokáig az volt, hogy a Horthy korszak inkább egy stagnáló és katasztrófába, többszörös katasztrófába torkolló korszaka volt a magyar történelme. A beszéltünk a külpolitikai dimenzióról, de a holokausztról még nem beszéltünk, ugye ez egy félmillió zsidót, küld, hogy mondjam, volt áldozata ennek a ennek, ennek a politikának. Tehát ebben a, a horti korszakhoz ez is hozzá tartozik. De volt egy stabilizáló szerepe is, nem a nemzet számára. De mondjuk ebbe a vitában már nem fogunk tudni belemenni, vagy kérdésbe, sajnos olyan mélyen. De ebben ebben van konszenzus, hogy Minden. azért volt egy stabilizáló szerepe a horti rendszernek. Mit stabilizál? Tehát, hogyha nincs horti rendszer, akkor lehet, hogy jobban szétesik Magyarország? Hát most megint azt tette, vagy olyan kérdést tett föl, hogy mi lett volna akkor, ha. Én, én azt gondolom, hogy itt nem, nem, ez a kérdés, mert nem, miért esett volna szét jobban Magyarország? Tehát a határokat megalapították Trianonba, hogy, hogy esett volna szét még a Tiszántúl csatlakozik Romániához, vagy mire gondol? <laughs> hát ugye sokan, vagy hallottam ilyen véleményeket, hogy ugye a románok, ahogy jöttek. A keretve, románok elmentek? Nem lehetett őket, nem lehetett őket megállítani. Tehát mindez Hortinak köszönhető, hogy egyáltalán azok ne, a Nem, 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 Hát a Hortin van. messze került, hogy a románokkal összeütközésbe kerüljön. Ezért volt az, hogy a románok elmentek észak túlon Győrig, a Hortin meg csak a Dél-Dunán be és az volt a parancs, hogy nem konfrontálódni a románokkal. És a nagyhatalmak voltak azok, a Párizsi Békekonferencia, az útú konferencia, a románokat kiparancsolta. Kiparancsolta Magyarországról addig a határig, amit ők már 19-ben megállapítottak. Ugyanezt történt a szerbekkel is. Tehát ez egy a mostanában kialakuló horti mítosznak egy része, hogy Horti mentette meg az országot. Horti semmitől nem mentette meg az országot. De a nemzeti hadsereg az 30 ezer főből állt. A román hadsereg meg 2-300 ezer főből. A román hadsereg megverte a magyar vörös hadsereget. Úgyhogy, úgyhogy tehát e, abban, hogy a Magyarország. E, viszonylag gyorsan konszolidálódott, és viszonylag, gyor, viszonylag, gyorsan talpra állt, és ugye az eredményei a Hortik országban kulturális téren, gazdasági téren nem voltak rosszak, vagy jó. Ebben véleményem szerint nem a Hortinak volt döntő szerepe. Horti, mint kormázó a gyakorlati politika alakításába nem igen kapcsolódva, nem igen vett részt, ebben Betlen Istvánnak és is az utódainak volt döntő szerepe. Ha a Hortinak a megítélését, vagy a szerepét nézzük, akkor Horti két vagy három esetben játszott fontos szerepet, de ott sem kizárólagos szerepet. Ez egyik az, hogy megakadályozta a Habsburg restaurációt 1921-ben fegyveresen. Ebben is Betlennel együtt, meg Gömbösel együtt. Ez valóban egy, jobb döntés volt, mint az, hogyha hagyják negyedik Károly trónra lépni, mert az utódállamok, a csehek meg a többiek készen álltak arra, hogy a hadseregre támadjanak. Itt tehát Horti Miklós azt gondolom, hogy jól a nemzet érdekében döntött. 1941-ben, amikor a hadsereget az orosz frontra vezényelte, rosszul döntött. Ez az ő döntése volt. 1944-ben, amikor hagyta a vidéki zsidóságnak a deportálását, rosszul döntött. És 1944 őszén, amikor nem tudta megszervezni a kiugrást a háborúba, akkor is, ak akkor se állt a helyzet magaslatán. Viszont a revíziós eredmények 31 és 40, 38 és 41 között szintén nem horti érdeme, de horti volt az, aki ezt jól ki tudta használni, mert ő lovagolt be a Fehér Lofon Kassára és meg Kolozsvára is. De ezek nagyhatalmi döntések voltak. Ezt mind tudjuk. Tehát ez nem, és amennyiben a Magyarország ehhez hozzá, a magyar diplomácia járult hozzá, de nagyon kismértékben. Ez egy nagy hatalmi akarat volt, amit, mint ahogy a Trianon is az volt, és ahogy ezek a visszacsatolások is az volt, és a 40 utáni bék, 46-os Párizsi béke, amely kijelölte, az is nagy hatalmi döntéseknek az eredménye volt, tehát ezt a magyar politika nagyon kismértékben tudta ezeket a nagyhatalmi akaratokat befolyásolni. Na hát ezért érdemes ezekről a dolgokról beszélgetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Romsi Ignác volt itt Széchenyi Díjas Történész Egyetemi Tanára Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akinek kutatási területe egyébként a 20. századi magyar történelem, és ezen belül egyébként a Betlen Istvánnak a korszaka, a tudom. Nagyon szépen köszönöm, hát remélem, hogy nem utoljára beszélgettünk. Én is köszönöm a meghívást.